Sziasztok srácok! Éppen itt vagyunk egy benzinkúton, hamarosan odaérünk a célállomásunkra, a mezőhegyesi cukorgyárba. Már mondtam nektek sokszor, hogy régebben voltam bent, pontosabban 6 éve jártam a utoljára. Megnéztem még múlt héten a levezető utat, ami bevezet minket egy szervíz folyosón át a cukorgyár belsejébe. Elvileg még bejárható, gyakorlatilag pedig kiderül hamarosan. Igen, ugolj le! És azt mondom, hogy még az arra nem voltunk soha, az nem tudom hova vezet. Fújja, pókokban is tényleg. Nincs a pókám. De hogy érzünk meg, Krisztián? Hát már lent vagyunk, azt szerintem. Kicsapódik a pára. Ó, bassza meg. Mi van? Be van temetve. Na, kurva jön. Ásót hoztál? Nem, nem már. Nem tudjátok itt. Ez végig csinálták. A fasz tudja. Na, add ide, világítok neked. Csákányt nem hoztatok? Nem hoztam neked. Na, hoztam. Hát ez nagyon törmelékes lesz. Az ott nem beton, azt a másik. Hát itt jól begyöngölték. Kicsim kell a mokat felmenni. Világítok neki, meg neked. Csak megvetek. Segítsd. Menjünk. Lefogsz neki. Nem fogok. Jó. Vigyázz, útba bosszom ebből a fejem, hogy igen. Ha hozzáadom, akkor elpongok. Nem. Akkor menjünk majd hátulra. Aha, meg ott nem tudok visszamenni a falnál, ott belülről, hogy tudunk visszamenni? Mert nekem az nagyon magas. Meg ezt is bedöngölték, mert erős volt még út. Nem, ezt már mondom, mert én vagyok a fényes. Srácok, bent vagyunk, itt jöttünk volna ki, hogyha nem temetik be a szervíz csatornát, vagy bármi is ez. Kurva cipőfűző, hogy negyedjére kötődik ki. Nem is tudom, mikor zárhatott be, amikor ugye bezárták az összes cukorgyárat szinte. Hát rendszerváltás körül kb. Tehát egy jó 25 éve üresen áll, 25-30 éve. Martin felmászol. De jól néz ki így mohásan. Thank you.
Itt van egy lift. Vagy nem tudom mi ez. Ja, a lift. Nem lehet kinyitni. Tudjuk, hogy ez kellene. De kibírunk menni a tetőre is. Bazd meg, ezt ki a faszomnak találták ki? Hogy kell ide kijönni? Kicsit be van nőve. Szóval beszoptam, mert lemerült a kamerám, ezt elfelejtettem elrakni a fotaksit, de már ki volt készített. Úgyhogy most telefonnal. Ez egy elég proli lesz, de... Nem is. Na itt a... Itt a budi. Csak nem bírta kivárni Martin. Mondjuk WC-ből nem maradt egy se. Itt van a főcsarnok. Itt meg, hogy látom, egy kicsit már megindultak a falak. Hát igen, ugye ez is összerohadt. Van itt még kabát is. Még nem is voltam. Az egy szék. Ó, oh, gázmaszk! Esélytem van, hogy találunk. Nem. Kicsit poros. Ó, ott vannak a izék. Szűrők. Még több gázmaszk, mennyi? Azt a kubát. Még nem is jártam ezen a részen. Mondom, ez ilyen raktár lehetett. Van itt még izék. A viseléséről. Papír. Ez kurva jó. De bánom, hogy lemerült a kamerám. Ez menő. Lehet, hogy itt lesz valami bunker, ha már gázmaszkok vannak, nem? Hiszen elvileg régen kellett. Lehet, hogy bunker van itt. És tényleg. Na, szóval az van, hogy az iPhone is lemerült, úgyhogy most már az én telefonommal kamerázunk, de kéne, hogy legyen áram. Ez nincs fel soha. Hogy működnek ezek? Martin, te vagy a villanyszerelő. Ez csak egy biztosíték. Te kurva nagy hely. Bazd meg! Mi a fasznak raknak ide ilyet? Nem tudom, hogy már nagyon kérdezik. Miért? Igen. Ez egy bunker. Igen, ennél bazdok, biztonságosabb helyen nem lehetünk. Mi a legalul leszünk, ez biztonságos. Jó a villany. Hát nincs villany. Körte. Ja, körte. Pont kéne egy olyan nagy kanna nekem. Ebben sincs... Jó, az... Az hova vezet? Én átmászok. Megfogod a táskát. Egyetem be van húzva, mert... Nem tudom, hogy behúztam el. Félik. Köszi. Ez meg egy jó nagy hely. Jó. Köszönöm. Hát ez valami hatalmas hely. Nincsen kiírva semmi. Itt is van egy képzelet. Nehéz. Faszom, nincs villanykört. Van valami. Ja. Tudja, hogy lenni áram, az ilyen védelmi helyeken szokott lenni.
Na, ezek mik lehetnek? Valaki mondja meg nekem. Hát van valami szám. Nincs. Ez hasonló, mint az előző benti. Itt van az előző cső. Aha, és itt vezetett ki. Faszám. Jó, visszamegyek, mert tévedek. Amúgy itt is van egy ilyen. Ott is van egy lejárat, gondolom. Akkor srácok, ennyi a videó. Remélhetek ilyenek nyújtunk. És máskor hozok aksit, mert ez így nem jó. Két telefonnal és egy kamerával. Úgyhogy futás kifele. Sziasztok!